A teljesség kedvéért fantasztikus ünnepi menüt készítettünk idén is. Az est főszereplői Juli mama, aki az elmaradhatatlan töltött káposztát megbolondította. A fiúk a Gundel iskolából Dani, Krisztián, Bálint, Laci a forradbor felelős, valamint Dorka az édességek kipróbálásának szakavatott mesterévé érett az este, és Korkai László színművész. Az ünnepekben az egyik legjobb dolog az, hogy együtt lehetnek azok, akik szeretik egymást, még akkor is, hogyha erre az év többi részében nincs lehetőségük. A másik nagyon jó dolog pedig az, hogy akár együtt is főzhetnek. A menü kitalálásában akár a gyerekek is tanácsokat adhatnak, viszont az elkészítést profikra kell bízni. Idén is főzünk, remélünk, hogy tudunk tippeket adni önöknek, ebben segít nekünk egy szakértő is. Mi lesz az idei menü? Az idei menü klasszikus, hagyományos töltött káposzta, ami az én részem, én vállaltam, és ezt azt hiszem minden családban is karácsony bármelyik napján elkészítik, illetve elfogyasszák, meg desszert lesz hozzá, meg úgy tudom, hogy valami alkoholos ital, meg vagy alkoholmentes, attól függ, hogy gyermek vagy felnőtt vissza fogyassza. Ennek majd mindjárt utána is nézünk, viszont maradjunk még egy kicsit a töltött káposztánál. Hogyan lehet úgy főzni, hogy felejthetetlen élmény legyen? Hát ne csak az anyagot rakjuk bele, hanem a szívünket is, meg a család kívánságait, a család ízlését. Én meg szoktam egy kicsit variálni, nem ragaszkodom a hagyományos káposztához, töltött káposztához. Én például sütött paradicsomot is teszek bele, ami kicsit megvadítja, illetve szebb színt ad neki. Meg szeretjük benne a füstölt húst, akár füstölt oldalas, vagy füstölt csülök. Hogyha lehet, akkor soroljuk is föl, hogy mi kell egy igazi töltött káposztába, megbolondítva Juli mama módra. Nézzük. Hát elsősorban ugye a daráthús. Hát ez egy olyan jó nagy család adagos lesz. Ez mennyi? Hát ez másfél kiló daráthús, sertéshús, mert nem mindenki szereti a marhát. És akkor ahhoz vettünk egy kiló savanyú káposztát, apró káposztát, és 10 káposztalevelet, amiben töltöm a káposztát, vagy a tölteléket. Mennyire kell megmosni egyébként a savanyú káposztát? Ezt meg kell kóstolni előtte, általában egyszer biztos meg kell mosni. Le kell mosni a hordóról rákerült a dolgokat, és utána még kóstolás után eldöntöm, hogy kell-e még tovább mosni. Akkor ez most az első próba, és most azt nézzük meg, hogy mennyire savanyú. Nagyon? Savanyú. Én ezt így nem csinálnám, még egyszer lemossuk. El kéne kezdenem hagymát készíteni, mert ugye ezt meg kell dinsztelnem, hogy berakjam a töltelékbe. És a következő lépés majd a hagyma felvágása után? Dinsztelés. A hagyma dinsztelés, ha megnéz, picit megkül, és akkor belekeverem a daráthúsba. Könnyű így dolgozni ilyen segítséggel a jobbunkon. Mi készül? Hát, még mi sem tudjuk pontosan, ez elvileg egy ilyen csokoládé lesz, ami ajándéknak néz ki. Rózsaszín csokoládéval, és akkor a barna csokit megolvasztva kerül rá ez a barna csoki, és úgy lesz, amikor már megfordul, akkor már elvileg egy ajándék csoki. De szép. Én, bocsánat, egy kicsit leragadtam a rózsaszín csokoládénál, az hogyan készül? Rózsaszín csokor lesz. Ezt így megolvasztjuk, tehát ezt így vásároljuk, megolvasztjuk a csokoládét, és akkor így belekerül. Ja, értem. Tehát, hogy egy rózsaszín csokoládé boltban vásárolva, megolvasztva, és hogyha majd nagyon óvatosan megpróbálnánk megfordítani, akkor látjuk, hogy ez egy mintát ad ki a végén, igaz? Elvileg, igen. Elvileg ilyen ajándékos csokoládé lesz. Mennyi idő alatt készül el? 35 perc. Milyen részt vállaltok a karácsonyi menüből? Hát mi linzerbombát készítünk. Lényeg. Mesélj róla egy picit. Hát igazából annyi a lényege, hogy egy linzer tésztába egy ilyen diós, csokis, mézes keveréket rakunk, és ezt majd a végén kisütjük, és igazából ennyi. Miből áll a linzer tészta?
nem tudom. Segítséget kérünk telefonosan, te el tudod mondani? Igazából nem. Nos, rám maradt a feladat, hogy gyorsan elmondjam, mik a tökéletes linzertészta hozzávalói. A linzerhez nem szükséges sok összetevő, és különleges adalékokat sem igényel, de arra mindenképp fontos ügyelni, hogy lehetőleg jó minőségű anyagokkal dolgozzunk. A hozzávalók hidegek legyenek, és mielőtt nekifognánk a készítésnek, mindent előre ki kell mérni. Egy tasak vaníliás cukor, 400 g finom liszt, 200 g fagyos vaj vagy margarin, 100 g porcukor, egy csipet só és egy tojás sárgája. A hozzávalókat összegyúrjuk, és ha összeállt a tészta, formáljunk belőle gombócot, fedjük be, és irány a hűtő, legalább 30 percre. Töltelékben mi van? Dió, csoki és méz. Mennyi ideig kell ezt sütni? Hát olyan fél, három-negyed óra körülbelül. Otthon vállalnál egy ilyen feladatot? Néha szoktam anyukámnak segíteni. Akkor igen a válasz. Igen. És éppen visszaértünk a tojások törésére. Hány tojás kell ehhez a húshoz? Egy kilóz, én hármat teszek. Legalább annyi kell, hogy megmaradjanak a gombócok, illetve a töltelékek. Káposztába tekerjük, de akkor is, hogy ne essen szét, ne érje meglepetés főzés közben. És ugye van benne fokhagyma és só, bors? Még az nincs benne, egy-egy só, fokhagyma, meg a tojás. Mennyi paradicsom kell ehhez? Kell egy egész ilyen kis, hát megmutatom, ennek a kicsinek egy körülbelül felét szoktam belerakni, akkor nem lesz annyira intenzív paradicsom íze, de kicsit megbolondítja, illetve színe is szebb lesz. Ez hát a titok, a paradicsom püré színesít és megbolondít. És amíg Juli mama a tölteléket készíti, Dorka és Laci újabb réteg csokit olvasztanak. Otthon anyumnak segít, én Erdélyből származom, és itt színész vagyok kint. És anyumnak szoktunk segíteni ilyet, de mi úgy szoktuk készíteni, hogy van a tejpor, és akkor tejporból készítünk házi csokoládét. Az egy teljesen más, persze teljesen másképp kell elkészíteni. Ilyet még nem próbáltam, de hát ez is megy. Bárminek, ami az ember neki fog, és szerintem szerintem meg tudja csinálni, nincs olyan, amit nem lehet. Édességben bármi jöhet. A krémestől elkezdve, a csokoládén keresztül, a nem tudom, mint minden. Akkor most már értem, hogy a főzésnek miért ezt a részét vállaltad. Lássuk akkor a következőket. Ó, igen, édességben bármi jöhet, ünnepekkor főleg, hiszen ilyenkor picit szemet hunyhatunk gyarlóságunk fölött, már ami a csoki evésre vonatkozik. A csokoládé töltés a fehér réteggel folytatódik, csak arra kell ügyelni, hogy a teteje egyenletes legyen. Mert ugye, ha kifordítjuk a formából, ez lesz majd az alja. De szavamat ne feledjem, az előétel még sehogy sem áll, pedig ahogy a neve is mutatja, ezt teszik először. Mi karácsonyi narancsos csirkemáj pástétomot választottunk, egy különleges, de egyszerűen elkészíthető májast, melyet a narancshé tesz igazán egyedivé. Nem is kell hozzá más 6-8 személyre, mint 1 kiló csirkemáj, 3-4 narancs reszelt héja, só, bors ízlés szerint, 20 deka vaj, egy csomag étkezési zselatin, kis víz és pirító. Kenyér. Meg persze tehetséges kukták, de nekünk ebből nem volt hiányunk. Hogyan láttok neki ennek a mostani májpástétomnak? Mivel hogy még ugye soha nem tanultunk ilyet, ezért hát nehéz. Úgy szép az élet, hogyha az ember egy picit tud rögtönözni, nem? Igen, meg hogyha megtanulja az új dolgokat. Na mesélj, mit mondtak nektek, mi lesz az első lépés? Megmosjuk a májat és lefőzzük. Így is van, a májpástétomot máj nélkül nem lehet elkészíteni. Juli mama már a kéz gombócokat pakolja a lábasba, ahol reményeink szerint hamarosan el is kezd főni a káposzta. Ezek elég szép nagy levelek. Megpróbálom összehajtani kisebbre, mert megközelítőleg egyformák legyenek. És akkor most jön a töltés és a hajtogatás. Ugye azt tudjuk, hogy a káposztát azt nem szabad kevergetni, főzés közben csak rázni. Egy picit rázni. Igen, az alja ne kapjon oda, reméljük nem is fog. James Bond is így szereti egyébként, csak ő a Martinivel. Rázogatni? Milyen fűszereket szeretne még ez a töltött káposzta? A káposztáról van szó, egy pici köménymagot, hogy könnyebb legyen az emésztés.
borókabogyót, és hát én otthon még szoktam beletenni csombordot. És hogyha jól gondolom, akkor nem árt, hogyha egy nagy fazékba belefér az összes, igaz? Igen, igen, mert akkor lesz jó egyforma íze, mert furcsa lenne, hogyha a család nem egyforma ízű káposztát kapna ünnepnapon. Habár azt nem tudják, hogy a másiké milyen ízű, ha csak meg nem kóstolják menet közben. Lehet, hogy éppen úgy járnának, hogy még kérnének repetát, és akkor rájönnének, hogy az nem olyan ízű. Logikus, logikus. Egy jó szakács mindenre gondol. Még nem néztünk utána a rumpuncsnak, pedig az ünnepi menü elengedhetetlen kelléke a melengető különleges ital. Először ugye a bort kell beönteni, a teát, a narancslevet és a rumot, utána a záfonyát kell, a fahéjat, a szekvőszeget, meg a cukrot, és a végén a narancs, meg a citromkarikát és a levüket. Mutassátok meg nekünk, jó? Mert most már szerintem elkészül. Már csak a májpástétom van hátra, szerencsére hamar megfű az alapanyag. Amíg a kukta segédkezik, azért egy picit feltartom, és megkérdezem, hogy az ünnepek alatt milyen munkái vannak. Rengeteg, hát most így az ünnephez közeledve elég sok van, meg a... Hát játszunk, rengeteg darabba játszom, a Toroida Színháznál is, meg az Új Színházba is. Az Új Színházba játszok Csongora és Tündét, a Toroida Színháznál lesz Hosszú hajú veszedelem, Ankonai szerelmesek a József Attila Színházba. Félve kérdezem, hogy lesz-e mellett időfőzésre? Emellett időfőzésre nekem biztos, hogy nem, de mivel Erdélybe megyek haza, 22-én anyukám vár. A csoki is kikerül a hűtőből, és ha nem vigyázunk, a szánkban landol. Ekkora mennyiségnek szerintem a forrástól számított, legalább egy 2 óra, már úgy látom, kezd forni. Úgyhogy innen körülbelül 2 óra, nem sokára beleteszem a fél doboz paradicsompürét, hogy szebb és jobb legyen, és akkor várjuk, hogy följön, és közben ugye közben rázogatnom kell, hogy ne kapjon az alja. Persze a töltött káposzta is megfőtt időközben. A 2014-es ünnepi menü tehát a következő. Töltött káposzta Juli mama módra, karácsonyi narancsos csirkemájpástétom, zserbóbombák és rumpuncs. Mindenkinek jó étvágyat kívánunk a finomságokhoz. Boldog ünnepeket és sikeres új évet! Tartsanak velünk 2015-ben is!